Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kabai Tibor, a nyugdíjasok pártjának elnöke, majd mindjárt megnézzük, hogy pontosan mi is a pártnak a neve, és változatlan itt van Fazekas Ágnes, a Brajer Press főmunkatársa. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a nézőket! Mit ígértek a pártok, de mindennek előtt mondja el a pártja nevét újból. Nyugdíjasok pártja 50 plusz, ez a pontos nevünk. Hangsúlyozva azt, hogy nem nyugdíjas párt vagyunk, nem csak a nyugdíjak érdekelnek bennünket, bár elsősorban, miután rétegpártként definiáltuk magunkat, kifejezetten a időskorúaknak a politikai érdekképviseletére szerződtünk, ezért talán a különbség. Csillebércen ott volt? Igen. Mielőtt belevágnánk, hadd kérdezzem meg, meg tud bocsájtani Bokros Lajosnak? Meg. Én nagyon mert Csillebércen ő volt az egyetlen, aki nem akarta lehozni a csillagot az égről. Nem csak ő, Gyurcsány Ferenc sem akarta lehozni az égről. Továbbá a Momentumnak sincs nyugdíjas politikája, mint kiderült. Rendkívül érdekes és hasznos találkozó volt, és innen is szeretném megköszönni Németné Jankovics Györgyinek, hogy ezt megszervezte, ő a NYOSZ-nak a elnök asszonya, és nagyon fontosnak találta, hogy valamennyi pártelnök fejtse ki még a választási kampányt megelőzően a nyugdíjakkal kapcsolatos nézeteit. Szerintem én voltam az egyetlen, aki elejétől végig ott volt és jegyzeteltem, mert kíváncsi voltam. Ön mint pártelnök volt jelen, vagy? Igen, az a megtisztelés. És ön mit ígért a nyugdíjasoknak? Először is, ugye én voltam ott a Nemecsekernő, tehát mi egy két hónapos párt vagyunk, július 8-án jegyzett be bennünket a hála bíróság. Isten, már aggódtunk, hogy végül is nem jegyzik be önöket. Ebben majdnem biztos voltam, hogy ez meg fog történni. Egy kicsit necces volt, de vettük az akadályokat. A lényeg, hogy az a megtiszteltetésért bennünket, hogy nagyon fiatal volt necces, nem voltak tizen? Nem, elég hosszan elhúzódott a bejegyzési kérelmünk, új taggyűlést is kellett tartanunk, de igazából erről nem szívesen beszélek, mert ha már megszületett a gyerek, akkor ugye ne a tolófájásokra emlékezzünk, hanem annak örüljünk, hogy milyen szép a baba. No, hát akkor Péter azt kérdezte, hogy mit ígértek a pártok, menjünk sorba. MSZP? Az MSZP teljesen normális volt. A Molnár pártelnök úr felmondta ugye mindazt, amit korábban is lehetett tudni a nyugdíjas parlamentek tanulságairól. Hiányoltam belőle azt a markáns ígéretet, vagy azt a markáns kijelentést, hogy az időskori szegénységnek a felszámolása abszolút prioritást kell, hogy élvezzen. És mert elmondta, hogy honnan lesz pénz 13. havi nyugdíjra, nyugdíjemelésre, nyugdíjminimumra, minden szép. Szóval a Kánaán eljövetelére. Ezt mondom, igen, hogy a csillagot az égről. Igen, nézze. Nekem úgy tűnik, hogy maga számít valamire az MSZP-től. Van valami szerződés, hogy a maradék szavazatok önökhöz repülnek, vagy... Nem. Vagy ön általában ilyen jó ember, ilyen megengedő. De hát szeretném azt hangsúlyozni, hogy a nyugdíjasok pártja a demokratikus oldal részének tekinti magát. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy egy erős megállapodás jöjjön létre a választásokat megelőzően a baloldali pártok között, annak érdekében, hogy a jelenlegi jobboldali rezsimet, ha lehet, leváltsuk. Ez ezért abszolút, hívták meg Vona Gábort A Vona Gábort ugye nem én hívtam meg, de Vona Gábor nagy meglepetés volt ezen a értekezeten. Na meséljen! Mit ígér magának? Megérkezett? De nem, betoppant. Betoppant. Oké. Okay. Hát meghívták, megjött. Igen, meghívták, megjött, és tök normális volt. Lenne olyan kedves ezt egy kicsit megmagyarázni, hogy mit jelent, hogy tök normális volt? Nem sértette halálra, nem öntötte le önöket, nem pofoztak igen, föl? Igen, nem zsidózott, nem cigányozott, nem... A biciklisták sem zavarták.
ellenben... Teljesen emberszabású volt. Igen. Kifejtette a nézeteit a nyugdíjakkal kapcsolatban. Mit ígért? Olyanokat ígért, amit a többiek is ígértek, tehát például a idősügyi ombudsman posztjának a bevezetését, vagy a idősügyi tanácsnak a felállítását. Idősügyi talán, tanács most is van, nem? Hát az egy álszervezet valójában, ugye kinevezett emberekkel, akik valós érdekképviseletet nem gyakorolnak. Utoljára még a Gyurcsány bajnai kormányok alatt működött olyan... És akkor nem kinevezettek voltak? Nem, olyan emberek voltak ott, akik valóban... Megszavazták őket? Mi a különbség, hogy kinevezetek? Jó, ne akadjunk le ennél. Mit ígért volna Gábor? Valami olyat, amit más nem ígért? Hát egy érdekeset ígért. Ugye mindenki más fontosnak találta, például a nyugdíjemelés tekintetében a Fidesz által most preferált infláció követő nyugdíjemelés helyett visszaállítani a vegyes svájci indexálást, tehát amikor a béremelés is figyelemben van véve. Ezt a Vona Gábor egy magyar indexálással egészítette, illetve helyettesítené. Hívjuk őt Vona Gábor elnök úrnak. Elnök úrnak. Ennyi, azt hiszem, hogy elég a Jobbikból. Ön mit ígért? Alapnyugdíjat. A nyugdíjasok pártja 50 plusz elkötelezett híve az alapnyugdíj bevezetésének. Ennek mértéke 40 ezer forint havonta, amelyet 65 év felett kapna minden magyar állampolgár. És plusz erre jönne a nyugdíj? Igen, ez plusz. És miből fizetné ezt ki? Hol van erre pénz az államhálózatban? Ezt az állami költségvetés fizetné ki, tehát nem a TB járulékokból lenne fizetni. És abból... hol van erre pénz a költségvetésben? Mint hogyha Bokros úr tegnap azt mondta volna itt nekünk, hogy ettől le kell hűteni a kedélyeket. Igen, Bokros úr határozottan mondta, hogy nem arról kellene beszélni, hogy hogyan osztok fel a tortát, hanem hogy hogyan kell. Hogy hogyan növeljük. Növelni lehet, a, hogy a tortát. Hozzá. És igen, nagyon tisztelem a tudásáért. Csak éppen azt, ami ebből következik, magyarán a időskori elnyomorodás fennmaradása elfogadhatatlan. Nem lehet olyan gazdaságpolitikai cél, amelyik stabilizálna a jelenlegi állapotokat. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy több mint 1 millió ember kap 100 000 forint alatti nyugdíjat, nem is beszélve a rokkant nyugdíjasokról, akiknek a több mint 400 000-es tömege 60 000 forint körül összege. Kavai úr, időnk mindjárt elfogy, és az én nézőim azt szeretnék tudni, hogy mikor lesz ön mérhető. Na, nem a súly és a magassága, igen, hanem a pártja, mikor lesz mérhető. Én is. Mindjárt Horth Gábor itt lesz nálunk, és ha őt megkérdezem, akkor biztos azt fogja mondani, hogyha végeznek méréseket, hogy Kabai őr nagyon kedvesek, 50 plusz, de hát sajnos mérhetetlenek. Azon vagyunk, hogy ez ne így legyen. Tehát mit tesz ezért? Azon kívül, hogy felhasználja összes privát tartalékát. Először is eleget teszek a szíves meghívásnak, amikor csak nagyon lehet. Köszönjük, a nézők is örülnek, hogy itt van. Másodszor fontos lesz majd erős politikai állításokat tenni. Például miket? Például meg kell magyaráznunk azt, hogy amikor önmagunkat rétegpártként definiáljuk, akkor a jobboldali, baloldali ideológiáktól való függetlenség mit jelent? De hát ön már baloldali, elnézést, baloldali jelzővel illették. Azt mondták, hogy baloldali, már besorolták. Akkor hogy lehet itt bal és jobboldalt összehozni? Úgy lehet, hogy a jelenlegi jobboldali kormány leváltása az egy abszolút prioritás. Miért? Nem... Magyarázza meg nekem. Tehát az ön világnézetének, az ön megszületett pártjának miben nem egyezik a véleménye a nyugdíjon kívül? Hát számtalan dologban, de ugye a legégetőbb problémát mondja, például a választási törvénynek a módosítása az elsődlegesen fontos lenne, számtalan egyéb mellett is, de, jó, de hát ez ugye nem hiszünk a... Nem, ez nem egy réteg pár. Azt szeretnénk, hogyha a nyugdíjasok a súlyuknak megfelelő mértékben vehetnének részt a közéletben.
a jelenlegi választási törvényre nem ad lehetőséget. Hát azt mondja, hogy nyugdíjasokat a parlamentben? Abszolút. Azt gondolom, hogy egy arányos választási rendszer lehetővé tenni azt, ez hogy... Ez szemben van, aki azt állította, hogy a nyugdíjasoknak ne legyen szavazati joguk, és hogy egyes embereknek iskolai végzettséghez kell. Az előbben azt állította, hogy milyen cuki volt az egyik pártnak a képviselője, aki pár héttel ezelőtt azzal állt elő, hogy nem biztos, hogy mindenki élhetne a szavazati jogával. Erről mi a véleménye? Önnek miután bekategorizálta magát, mint demokratikus baloldali rétegpárt, tehát mi a véleménye arról, hogy azt szerint lehessen szavazni, hogy mi az iskolai végzettsége? Elfogadhatatlan a választójogi törvénynek bármilyen módosítása. Az egyik direkt politikai akciónk az lesz, hogy előállunk a saját választójogi törvényt érintő módosításunkkal. Van rá két perc, gyorsan mondja el ezeket. Ezt nem mondom most el. Ezt titok, nehogy mások lekoppintsák. Mindenben lekoppintanak bennünket, az alapnyugdíjban, a gyógyszerártámogatásban, az idősügyi... Jó, akkor tartsuk titokban, hol van a 106 képviselőjelöltje. Aztán nehogy azt mondta, hogy nem voltunk elég cukik magával, de csak egyáltalán szeretnénk... indulni akarnak? Ha létrejön a demokratikus pártok összefogása, minden körzetben egy jelölt alapállás, akkor mi ott nem fogunk ennek ellenállni. Ahogy mondtam, az az érdekünk, hogy a... Van 106 képviselőjelölt, vagy nincs? Mind a 106 képviselőjelöltünk ott van a helyi nyugdíjas klubokban, értelmes, okos, felkészült idős nyugdíjasok, férfiak és nők. És nem kell nekik tréninget tartani, mint más de pártnál. De azért az nem ártana. Tehát akkor, hogy értsük, a 106 képviselő jelölt megvan, a lista megvan, most arra várnak, hogy vajon a baloldali ellenzék össze fog-e fogni, és hogy hol léptetik önök vissza a jelöltjéget, illetve az önök javára kilépteti. Ez van valami alapszerződés már? Nem, semmiféle szerződés nincs meg. Itt szeretném azt a határozott politikai állítást most megismételni, amit mondtam Csillebércen is, hogy ha nem jön létre a baloldali összefogás, akkor mind a 106 választókörzetben jelöltet fogunk állítani. Tehát meddig ha olyan helyzet. Erre? Hát nem tudom, talán az év végéig. Nem tudom ennek nem igazából a politikai menetrendjét. Az is lehet, hogy még az utolsó pillanatban létrejön. Hogyha létrejön olyan helyzet, hogy mindenki harca, mindenki ellen fogja jellemezni ezt a választást, akkor az arról nem fogunk kibújni. Tehát mi együttműködni szeretünk. De ha ütközni kell, akkor ütközni fogunk. Ha ütközni kell, ütközni, akkor itt fejeznénk be, mert az időnk lejárt, egy kérdésre van időnk, és pedig a következő. Ön nagyon pozitívan nyilatkozott most az egyik vendégről, aki betoppant, így mondta szó szerint. Vele milyen együttműködés várható önök és Vona Gábor pártelnök úr pártjával? Hú, de nagy levegőt. Igen, azért, mert az ordas nézetekkel egy pillanatig sem értünk együtt, és ezer utómódon fogunk ezzel ellen harcolni. A fő célunk azonban mégiscsak az, hogy az időskorúaknak jobb legyen. És hogyha azokban a kérdésekben, amelyek számunkra kiemelten fontosak, és ilyen ugye a nyugdíj, az egészségügy, illetve az időskori méltóság, az időskori, tehát eme cél érdekében akár az ordas eszmékkel is. Nagyon köszönjük, hogy itt volt és visszavárjuk. Direkt szakítom meg, mert időnk már lejárt, és hogy legyen miért visszahívjuk. Igen. Szeretettel várjuk vissza. Boldogan jövök. Kedves nézőink, most jön egy teljesen független politikus, a Republikan, volt politikus, a Republikan Intézet vezetője, Horn Gábor, akivel az egyház és a világi iskolák helyzetéről fogunk beszélni, és természetesen megkérdezünk tőle azt is, hogy mi a véleménye a csillebérci találkozóról. Köszönjük, hogy itt volt, és visszavárjuk. Tessék még maradni. Igen. Előzetesek, és jövünk vissza.